I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Something so right, doing the wrong thing. Couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Hát majdnem sikerült eltalálni. Imádjuk ezt a dalt tőled. Mikor lesz a zenekaroddal neked is önálló koncerted? Hát ugyebár a zenekar már megjelent a Facebookon, hogy létezik, van, jelen van az életemben, próbálunk, rakjuk össze a műsort. Ott tartunk jelen pillanatban, hogy még néhány dal kell a másfél órás műsorhoz. Ellenben elkezdtük a zenekarral egy másik dolgot is, hála a jó égnek, úgy néz ki, hogy Orfeumban kapunk egy lehetőséget. Giorgioval, akit a Megasztárból ismerhettek meg a nézők. Jó magam, és lesz egy vendégünk is, aki nem más, mint a Bebe, a Black to Blackből megismert Bebe, és az a téma, hogy Las Vegas Guys. Úgyhogy mindenki, aki szereti Las Vegas-t, szereti Elton John, Tom Jones-t, és sorolhatnánk azokat az előadókat, akiknek már volt valamikor szóló estje Las Vegas-ban, és szeretik az európaiak, az el fog hangzani. És hogy jött a Las Vegas téma? Egész vicces különben ez. Az volt a lényeg, hogy én hála jövőnek jobban vagyok a Szikla Ildikóval, ugyebár, és megkerestem őt, hogy szeretnék beajánlani egy műsort. Picit próbáltam, tudod, pipiskedni, hogy hát ha sikerül az Orfeumnak a színpadán egyedül megjelenni. És aztán arra a közös nevezőre jutottunk, hogy kedvel engem, lehetőséget ad nagyon szívesen, és volt már egy levegőbe lógó ötlet, ami nem valósult meg. És akkor azt mondta, hogy fogjuk össze újra ezt a dolgot, ezt már várják a nézők, a hallgatók, akik visszajárnak az Orfeumba, és biztos fog nekik tetszeni. Las Vegas, jártál már ott? Nem jártam meg Las Vegasban, de bízom benne, hogy majd annyi lóvé összejön a Las Vegas műsor, nem. Egyszer majd biztos elmegyek. Las Vegas az egy olyan hely, ahol el kell menni, egy zarándokút. Nekem nem Izraelben lesz, hanem Las Vegasban. Remélhetőleg. Vagy Hollywoodban. És már René koncertje, ugye? Mit szólsz, milyen volt? Hogy tetszett? Egy picit én is tartottam tőle, ugye, hogy mennyire fog izgulni. Tehát ők már léptek fel milliószor közönség előtt, de mindig hárman. És a közönség ezt szokta megtörük, hogy hárman vannak, kiegészítik egymást, ugye három hang az mindig másképp szól, mint valaki egyedül. Maga az is, amikor látod, hogy, vagy érzed, hogy magad, tehát melletted állnak a barátaid, és erősítitek egymást. Szerintem azért is ragaszkodott egy picit ehhez a hármas dologhoz, hogy legyen két vokalista, mert megszokta azt, hogy ugye hárman vannak a színpadon. Szerintem tök jó volt, ügyes volt. Ez egy jó belépő volt, azt gondolom, valaminek a kezdetéhez.